Szeretettel köszöntelek! Anamé vagyok. Az otthonod terét lehet aktiválni, hogy energiát termeljen. És ezt az energiát a céljaid megvalósítására fordíthatod. Erről szól a tértisztítás, erről szól ez a meditáció, ami a szívedet helyezi a középpontba. Azért, mert az emberi szív a legerősebb eszköz, a legnagyobb erőnk, amink csak van. Fontos, hogy végezd el mindkét 21 napos kihívásunkat, ami az otthonra vonatkozik, mielőtt megcsinálnád ezt a tértisztító meditációt. Azért, mert ez a meditáció energetizálja a teret, és egyáltalán nem mindegy, hogy ez a tér milyen, amit energetizálsz. Hiszen, hogyha koszos, rendezetlen, tele van szeméttel, lomokkal, akkor az energia ezt fogja felnagyítani, még nagyobb káoszt eredményez. Ha kitisztítottad, hogyha lom és szemétmentes, azaz tágasabb, ettől fényesebbé válik, tiszta és rendszerezett, rendezett, akkor ez a tér kész arra, hogy befogadja ezt az energiát, amit most közölni fogsz vele. És ilyenkor megtanítod ezt a teret, hogy érted dolgozzon, és a céljaidért. Az Anamé Életmód Program az arról szól, hogy értékes vagy, és áldott az életünk itt a Földön, áldottak a mindennapjaink itt a Földön. És nagyon fontos, hogy áldott, tiszta, emelkedett térben élhessünk, ami fel van töltve energiával, és ez az energia visszahat ránk, és ettől több energiánk lesz, ettől boldogabbak leszünk, ettől jobban érezzük magunkat. A lakás egy nagyon jó eszköz, az otthonunk egy jó eszköz, hogy értünk dolgozzon, és a céljaink megvalósításán. Ebből a két 21 napos kihívásból, ami az otthonra vonatkozik, tanulhatsz valami fontosat. Azt, hogy teremtő vagy. Azt, hogy hatásra lehetsz az életedre. Hiszen sokszor kétségbe vagyunk esve attól, amit a külvilág mutat. Sokszor megijedünk, hogy vajon mi lesz velünk. Ahelyett, hogy passzívan elszenvednéd az életedet, ahelyett aktívan, teremtőként léphetsz fel. Ahelyett aktívan, teremtőként hozhatsz döntéseket, mégpedig azt a döntést, hogy a céljaidat választod, a boldogságodat választod. Úgyhogy, ha készen állsz, akkor mutatok erre egy meditációt, ami képes arra, hogy a már amúgy is előkészített teret, ami tiszta, rendezett, rendszerezett, ezt még jobb állapotra hangolja. Mielőtt elkezdenéd a tértisztító meditációt, járd körbe a lakásodat, hogy szívből kapcsolódj a térrel. Köszönd meg, és adj hálát érte. Ezután majd ülj le, és vedd a kezedbe a listát, amire felírtad a céljaidat. Fontos, hogy megfogalmazd, és tisztában légy a céljaiddal. Ezért kérlek, hogy írj egy listát arról, hogy milyen életet szeretnél élni. És ezt a listát használhatjuk most ebben a meditációban. Mégpedig úgy, hogy amikor leültél a lakás középpontjába, utána fogd a kezedbe, vagy tartsd a szívedhez. Érezd meg, hogy a szíved boldogabbá válik, hogy a szíved megemelkedik, örömtelévé válik. Attól, hogy ezek a lehetőségek megvalósulhatnak az életedben, amit itt felírtál. És ez a meditáció is arról fog szólni, hogy hogyan tudod elengedni mindazt, ami eddig gátolt. És ami biztos, hogy ott is volt a lakás terében, hiszen a lakásnak is van egy energetikai lenyomata. Van egy meghatározó alapállapotunk otthon. Az, hogy a lakásod tere milyen, az meghatározza, hogy milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal vagy otthon. És gondold végig, hogy a lakásodra mi a legjellemzőbb, milyen állapotban vagy, amikor otthon vagy. Jellemző-e a vidámság, a bőségtudat, a derű, az emelkedettség, annak az érzete, hogy áldott vagy. Vagy inkább ehelyett a hiánytudat, a feszültség, a konfliktusok, vagy a szomorúság jellemző, vagy a magány. Ha igen, akkor ebben a meditációban lehetőséged van arra, hogy a negatív dolgokat elengedd, hogy megtisztítsd a lakásterét. Elengedd azt, ami már nem szolgál, azt, ami a múlt, és feltöltsd a lakásodat friss energiával, a szíved szeretetével, azzal az érzéssel, hogy megvalósulhat mindaz a sok jó, amit kérsz magadnak. Úgyhogy kezdjük is el. Ez együtt jár egy könnyű mozgással, mutatom is, hogy miről van szó. Kilégzésre emeld föl a két kart úgy, hogy a tenyered fölfelé néz. És amikor jön a belégzés, akkor úgy, hogy a tenyeredet magad felé fordítod. Így engedd le majd a két karod. A meditáció első részében a kilégzés lesz hangsúlyosabb. Ilyenkor a kilégzésed egy kicsit erősebb, mint a belégzés. És a figyelmed legyen meg ezen a mozdulaton, ahogy fölfelé emeled a kart. A kilégzés nagyon szimbolikus. Azt szimbolizálja, hogy el tudod engedni azt, ami itt eddig történt ebben a térben. Úgyhogy minden kilégzés, minden karemelés egyfajta felajánlás. Mindaz, ami eddig történt, ezt elengeded. És ezáltal nyitottá válsz az új lehetőségekre. Addig folytasd ezt a mozdulatot, amíg úgy érzed, hogy valami tényleg mozgásba jött. Amíg azt érzed, hogy tényleg elindult egy áramlás fölfelé. És ez az áramlás azon dolgozik, hogy az otthonodban azokat a megrekedt energiákat, amik egy alacsonyabb energiaszinten tartották, amik negatív érzések voltak, vagy negatív gondolatok, hogy azok elkezdjenek megemelkedni, mozgásba jöjjenek, és elkezdjék elhagyni a teredet. És hogyha már ezt elég ideig folytattad, ezeket a kilégzés hangsúlyos légzéseket, lehet, hogy erre hosszú időt kell szánnod. Attól függ, hogy milyen volt a lakás energiája. Lehet, hogy ez hosszú percekig, akár negyed óráig, sőt, akár fél óráig is csinálhatod. Mindezt úgy, hogy közben egészen lágy a légzés, és egészen lágy a mozgás. És akkor úgy érzed, hogy nyitottá váltál arra, hogy elkezd feltölteni a lakásodat. Akkor onnantól kezdve a belégzésre fókuszálj. A kilégzés megtörténik fölfelé emelt karral, de mostantól a lényeg azon lesz, hogy amikor jön a belégzés, akkor olyan érzés lesz, mint hogyha magadra húznád azt az áldást, amit kérsz. Mint hogyha be tudnád engedni a személyes teredbe, és ezáltal a lakásodba is, azt az áldást, ami föntről jön. Vagy ha nem is áldásnak fogalmazod meg, akkor ezeknek az új lehetőségeknek megnyitod a szíved, mindannak a jónak, amit kérsz magadnak. És közben tudatában lehetsz annak, hogy a boldogságod számít, hogy nem vagy elfelejtve, hogy nem vagy egyedül. Hogy van egy fényes áramlás, ami fel tudja tölteni a személyes teredet, fel tudja tölteni a lakásodat, és meghozza magával mindezt a sok jót, amit kérsz magadnak. Egészen addig folytasd, még úgy érzed, mint hogyha megtöltenéd ezzel a tiszta és élő energiával, ezzel a frissességgel, ezzel a boldogsággal a lakásodat. Ez a boldogság a szívedből sugárzik ki. Meg lehet érezni, hogy a szíved emelkedettebb. Meg lehet érezni, mint hogyha kapcsolatban lennél a térrel, jobban, mint eddig valaha. És az, hogy ez a tér fényes, derűs, és elköteleződött, hogy téged szolgáljon, hogy segítsen. És amikor otthon vagy, akkor igazán támogató, boldog, szeretetteljes közegben érezd magad. És a legvégén majd adj hálát, hogy ez a boldogság, ami mellett elkötelezed magad, hogy szeretnél igazán boldog lenni az életedben. Adj hálát azért, hogy ez elérhető, hogy ez már is történik, hogy ez elkezdődött, hogy elindult egy új fejezet, amiben már nem a múlt negatív energiái határozzák meg a kedély állapotodat, vagy az életedet, hanem ez a frissesség, és ez a boldogság, ami mellett letetted most a szavazatodat. Azt kívánom, hogy legyen áldott az otthonod. Azt kívánom, hogy legyél nagyon boldog otthon. És ez a boldogság, ez sugározzon ki az egész életedre. Azért, mert én egy olyan világban szeretnék élni. És ez az Anamé Életmód Program célja is. Ahol boldog vagy. Ahol a lehető legtöbb ember boldoggá válik. És magasabb energiaszinten él. Nagyon szeretlek téged, és nagyon köszönöm, hogy velem vagy, hogy velem meditálsz. És minden olyan információt, ami még esetleg fontos lehet ehhez a témához, megtalálsz a videó alatti leírásban. És ha tetszett ez a videó, azért, hogy nem maradj le a következő tartalmainkról, iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a következő videóban. Köszönöm szépen!